építeni mindenféle szép házakat. Többek között ez a bizonyos Sándor Vince nevezetű gróf, aki ezt a házat építette. Ő vette meg ezt a telket, és most hát megyünk a szomszéd szobába, és akkor folytatjuk a Sándorokra, látjátok. És hát ott utána az a picinok, akik látjátok, hogy 40 meter bizony eléggé megsérült a ház. Pontosabban hát az egyik oldalon teljesen leszakadt. Most ami még érdekesség, mint a gőzhajó. Hát itt látható a gőzhajó a képen, ő meg itt rohan a parton, és hát meg is nyerte a fogadást. Látni fogod a magyar koronát. És mi különbséget, látsz közötte? Na, aki akarja még megnézni, hogy egyik Béla főrendjéként még jól emlékszem, ugye? Na de hát ez bőven később volt. Igen, és azt állították, hogy akkor feldőlt el a korona. Most képzeljétek el, amikor ezt az udvari... Ugyanaz a helyzet, mint odaálltak. Az milyen helyzet? Nemzetközi? Igen, hát látod. Ugyanaz, tehát itt is egy sima felületű fal. Jó vagy? Figyeljetek, egy pillanatra kimegy a terasz. Csak egy perc, jó, mert tudom, hogy a hangot figyelme. Egy jó nagy nevezetlen, mint ugye a hideg. Thank you.
kérdőszivel is van minden, de még egyszer kötődés, jó? Köszönöm szépen.